Idén is bővelkedünk hosszú hétvégékben. Sokan használják ki ezeket a napokat pihenésre, sokan kelnek útra ilyenkor. A legközelebbi hosszú hétvégék már nincs is sok idő hátra. Március 15-e nemzeti ünnepünk idén péntekre esik, így akkor egy nappal több idő jut a kikapcsolódásra. Érdemes azonban időben szállást foglalni, ha máshol töltenénk a hétvégét. Sok helyen ugyanis már kitették a megtelt táblát. Március 15-ére, aki még eddig nem foglalt, az már nem biztos, hogy minden általa kiválasztott szálláshelyen tud szabad kapacitást keresni, úgyhogy én azt mondom, hogy már azok inkább egy kicsit le vannak maradva, akik akár említsük meg azért tovább, hogy jön a húsvét, jön a pünkös, tehát ugye amik szintén kiemelt ünnepek hosszú hétvégével, tehát ezekre már régóta foglalunk helyeket, illetve a nyári desztinációban, ahogy az említettem, a Balaton, ugye a Balaton is el lehet mondani, hogy gyakorlatilag aki májusig nem foglalt szállást, az egy kicsit utána már el van késve. A trendek idén nem változtak jelentősen. A legnépszerűbb úti célok is ugyanazok maradtak, mondta el Bicsérdi Rita. Hozzátette, hogy ki merre veszi az irányt, az főleg a pénztárcától függ, vagy attól, hogy a munkáltató a kafetéria keretein belül támogatja a belföldi kikapcsolódást. Ez mindig árfüggő, hiszen ugye tudjuk nagyon jól, hogy két részre lehet bontani a belföldi turizmust. Egyrészt azok, akik fel tudják használni a szép kártyát, másrészt azokra, akikre a saját erőből finanszírozzák a pihenésüket. Ugye a szép kártyánál ugye meghatározó az, hogy hova utaznak, hiszen magát az úti költséget azt már saját maguknak kell kifizetni. Tehát akinek kevesebb jut erre, az inkább közelbe Hajdúszoboszlót szokta választani, aki távolabb is tud utazni, azoknál ugye nagyon közkedvelt ugye a Gyula itt a környékünkön, vagy pedig Dunántúlon ugye a Hévíz tudjuk nagyon jól. A hosszú hétvégék általában ugye azért zömében lehet mondani, hogy a háromcsillagos szállodák azok, amik jobban megtelnek, viszont a nyári időszakban ugye a Balaton, ami évek óta sláger, és ugye tudjuk nagyon jó, hogy évek óta nagyon jó a vízminőség a Balatonban, tehát az, ami ugye elsődlegesen domináns akár a szabolcsiak, akár a magyar turisták körében is. A GKI digitál kutatása szerint a legtöbben 2-3 hetet szánnak idén utazásra. Belföldön és főként szállodában töltenék szabad napjaikat. Nagyjából 2/3 olyan helyet választ, ahol még nem járt, a többiek azonban visszavágynak korábbi pihenéseik helyszíneire. Az utazás során a városlátogatások, a wellness és kikapcsolódás, valamint a vízpart közelsége a fő célok és szempontok.